Sziasztok! Boldog szerdát mindenkinek! A mai könyv az egy olyan könyv lesz, amit ennek a hétnek az eseményéhez, illetve filozófiájához választottam nektek. A szombati eseményről van szó. Ha esetleg nem tudjátok, miről van szó, érdemes a hétfői videómat visszanézni. Abban pontosan erről beszéltem, hogy milyen eseményre készülhetünk, illetve hogyan érdemes felkészülni a szombati napra. Na de ez a videó most nem is erről szól, hanem a könyvről. A mai könyv részben keleti filozófiában íródott, és egy olyan témakört taglal, ami azt gondolom, hogy sose volt fontosabb és aktuálisabb, mint ma, illetve a mai időkben. Én ezt a könyvet egyébként évekkel ezelőtt vettem meg, akkor még Magyarországon egyáltalán nem volt kapható, nemhogy magyarul, de még angolul se. Én anno az Amazonról rendeltem, úgyhogy most egy angol címet, illetve borítót fogtok majd látni, azóta egyébként magyarul is elérhető. És pontosan azért meséltem ezt el nektek, mert már akkor olyan témakörrel foglalkozott ez a könyv, ami aktuális volt, és ma még inkább aktuális, tehát olyan témát feszeget, és ez a könyv nem más, mint a The Book of Joy, tehát az öröm könyve, hogy hogyan lehet tartós boldogságot elérni egy változó világban. Ez az alcíme egyébként, mindez angolul van az én borítómon, de a magyarnak ez az alcíme. Abszolút igazság, én azt gondolom, hiszen folyamatosan változó világban élünk, ez ugye már évekkel ezelőtt is aktuális volt, a tavalyi év óta pedig ez napi szintű változásokat is tud jelenteni az életünkben, és ebben a könyvben két spirituális vezető egy hetet együtt tölt, és megosztják egymással a Dalai Láma, illetve Desmond Tutu, egy érsek, megosztják egymással a saját tapasztalataikat. Tehát ők azért már bőven az idős korban vannak benne, és azokat a tapasztalatokat, amit akár nehézségek során szereztek meg az életük folyamán, azokat megosztják egymással, és a szerző ezeket nekünk könyvformátumba összegyűjtötte, illetve leírta. Arra hívják fel a figyelmet, hogy akár sorscsapások ellenére is hogyan tudunk örömöt kialakítani, megszerezni, úgymond, és megtartani. És ebben az egy hétben, ahogy egymással beszélgetnek, torta-szerűen építik föl azt, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat megtartani, megvalósítani. És van egy kulcsmondat, ami igazából az egésznek az eszenciáját vissza tudja adni, vagy úgymond a könyvet össze tudja foglalni. Az egy olyan mondat, hogy csak úgy lelhetünk rá az örömre, ha örömöt szerzünk másoknak. Ezt direkt így kiírtam magamnak. Nekem egyébként ez a mondat évek óta kíséri az életemet, az elmúlt években pedig pláne munkám során is így működöm ez a mondat által. Tehát abszolút alá tudom ezt támasztani, hogy ez tud működni, és a könyv is pontosan ezt mutatja be nekünk, hogy bármilyen nehézség ellenére is hogyan tudunk egyről a kettőre tovább lépni, vagy egyből a kettőből tovább jutni, és öröm mentén élni az életünket, és azt, amit már úgy kialakítottunk, vagy amiben örömünket leljük, azt hogyan tudjuk tovább vinni, de ez a kulcs, amit ők is mind a ketten megfogalmaznak, és a végére úgymond erre jutnak mind a ketten, hogy örömre igazából úgy lehet az ember, hogyha másoknak örömöt tud okozni. Úgyhogy mindenképp egy olyan témájú könyvet szerettem volna hozni, ami egyrészt illeszkedik ennek a hétnek az energiatöltetéhez, úgymond a szombati naphoz, és egy olyan, ami mindannyiunknak akár segítséget tud nyújtani ebben az állandóan változó világban. Tehát még egyszer mutatom nektek az örömkönyve, tehát The Book of Joy, Dalai Láma, illetve Desmond Tutu beszélgetéséből gyűjtötte össze nekünk a szerző a tanulságokat, illetve a bölcsességeiket. Teljen nagyon jól a mai napotok, készüljetek a szombatra, jövő héten újabb könyvvel érkezem hozzátok. Sziasztok!